helyszín, ahol megjelentünk, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk itt együtt. Engedjék meg, bár úgyis tudom, hogy ismerik őket, bemutassam a résztvevőket, a helyi képviselőjelöltünket, Borostori Jánost. A Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltje, Vona Gábor. Én Bőrze Sándor vagyok, országgyűlési képviselő még egy darabig. És a Veritát magazin főszerkesztője. A következő szokott lenni a lakossági fórumokon az ügymenet. Először mindig a helyi jelölt bemutatkozik, beszél pár szót, utána én is elmondom egy-két gondolatomat, és aztán pedig Gábor zárja, illetve nem zárja a sort, mert utána következnek önök. Úgyhogy ha úgy gondolják, már most elkezdhetnek megfogalmazni kérdéseket, kritikákat, bármit, amit úgy gondolnak. A mi fórumainkon mindig lehetőség nyílik arra, hogy szemtől szembe is föl lehessen tenni azokat a kérdéseket, amelyeket esetleg egymás között megbeszélnének. Úgyhogy akkor János, arra kérlek, hogy mutatkozz be. Isten hozzá önöket, Monostori János vagyok. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy 43 esztendős vagyok, mozdonyvezető nős, 3 gyermek édesapja, gyermekeim, a legnagyobb lányom 13 éves, a fiam 8, a legkisebbik lány pedig 4 esztendős. A két nagyobb gyermekem általános iskolai tanulmányait folytatja természetesen, és aktívan sportolnak, illetve a tanulmányi eredményeikről el kell mondani, hogy a kicsi fiam első osztályban egy kitűnő bizonyítványon lepett meg, ami számomra nagy öröm volt. A kicsi lány pedig aktívan tanulja a két nagyobb tudását el. Ő már csak úgy mondjuk, hogy felnő a családon köztünk. Saját tanulmányaimra annyit, hogy 2 szakmám van mindösszesen. Egy nagy vasúti villamos járműszerelő, ez a villanymozdonyszerelő, így mondjuk vasúti nyelven, illetve egy repülőgép műszerész, amit katonai főiskolának a tiszteletesi karán végeztem a Szolnokon, és 5 éves hivatásos katonai pályát futottam be Taszáron a második üzemben tartó századnál. Ez 90-95-re tehető, amikor is ugye tudjuk, a horvát-szerb polgárháború folyt. Ilyen formán még egy kis harci tapasztalatom is van. Egyebek között magamról még annyit, hogy a Jobbik helyi elnöke vagyok. 2010-ben léptem be a domovári alapszervezethez. Jelenleg én vagyok a helyi szervezet elnöke is, és a választásokon való indulásomat meghatározza nagyban az a gondolat, hogy én szeretném azt a igaz harcot, amit a Jobbik szimpatizánsok, Jobbik tagok felvállalnak, büszkén vállalni és kiállni azért a nemzetért, aki engem erre a szülőföldre ide engedett, ide szült az édesanyám. Igen. A saját programomról, illetve amit röviden nem szeretnék mondani, hogy én mit szeretnék elérni ebben a választási körzetben, miért szeretném, vagy mi az, amit fontosnak tartanék megteremteni, az közvetlen Dombóvárt érintve a közlekedés az én talán közelebbi dolgom, amit ismerek. Ilyen formán egyszer a közúti közlekedés javításában egy körgyűrűnek a megvalósítását, mert az autópályát már nagyon régóta ígérik, és úgy néz ki, hogy ebből mostanában nem lesz semmi. A másik dolog, ami pedig még közelebb áll hozzám, ez pedig a vasút. Mint mozdonyvezetőként látom azt, hogy mennyivel lehetne jobban akár a vasutat működtetni, illetve hogy milyen problémákat okoznak, illetve kifejezetten hogyan akadályozzák a magyar emberek helyváltoztatási jogát egyéb más jogaink között ebben az országban. Hogyan teszik azt lehetetlenné, hogy ezen az mai összejövetelen mondjuk egy vidéki vagy a közeli településekkel lakó emberek ne tudjanak itt megjelenni, természetesen más fórumon vagy más alkalmakon sem, de minden esetre ezt nem tartom helyén valónak, és erről szeretnék tenni például. Aztán Dombóvár
tekintetében nagyon fontosnak tartanám, és már önkormányzati választásokon 2010-ben is a programunkra tűztük, egy mentőállomásnak a megvalósítását, mert a Dunai mentőállomást gondolom mindenki látja nap mint nap, hogy milyen állapotban van és ott milyen feladatokat és milyen körülmények között tudják a feladatokat ellátni. Én úgy gondolom, hogy ez igen gyászos dolog. A harmadik pedig a gunaros tekintetében lenne, amit gyakorlatilag már elvittek tőlünk. Én úgy szoktam mondani, hogy elloptak. Amit édesapáink építettek, édesanyáink annak idején, az ma már magánkézben van. Ennek ellenére, hogy ez mégis Dombóvárnak profitáljon, én úgy gondolom a Jobbik programjával összefüggésben az egészségügyi turizmus megvalósítását lehetne előtérbe helyezni, és nem, de nem olyan módszerekkel, mint amilyen napjainkban folyik. Van még egy nem ígéretem, hanem bejelenteni valamilyen formán, hogy igenis a rendvédelmi és a rendészeti dolgozók katonáknak a jogtalanul elvett nyugdíját szeretném elérni, ha rehabilitálnák, hiszen magam is valamikor ugyanerre a pályára léptem, és tudom azt, hogy ha valaki egyszer egy szerződést megköt, akkor nem úgy, mint az utóbbi 4 évben utólag azt módosítva akár meg lehessen tenni, hogy embereket nagyon rossz helyzetbe hozunk, vagy hátrányos helyzetbe hozunk utólag. Ezt szeretném még felvállalni, és még egy dolgot szeretnék bejelenteni Vanna Gábor elnök úrnak is, hogy az önök segítségével, támogatásával az előírt 500 ajánlási aláírás megvan, sőt ennél több is, mert tovább folytattuk mi is a gyűjtést, és hétfőn délelőtt lesz beadása, és nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, és hát mit mondhatnék a végére mindenkinek, vagy mindenkinek, mint hogy szebb jövőt. Köszönöm szépen! Amikor elérkezett 2010, mindannyian jól emlékszünk rá, jó magam is a tévéképernyő előtt, annak én annyiszor használtam azt a szót, hogy abszurdisztán lettünk. Azért picit most akkor nézzük meg, hogy ebben a tekintetben vajon mi változott meg. Hogy emlékeznek rá, egy hete volt Esztergomban egy lakossági fórumunk. Hát azt önök el sem tudják képzelni, hogy ott milyen kép fogadott minket. A 2006-os déjà vu érzésünk volt, mert hogy mindenhol csapatszállító, ahogy mentünk befelé a városba, már mindenhol csapatszállító rendőrautók, és Esztergom egy része így, meg úgy, meg amúgy, mindenhonnan lezárva. És hát ugye nyilván tudják, hogy az egész honnan indult ki, hogy a művelődési házéket az egyetlen Esztergomban, ahol ennyi ember össze tud jönni, az valamikor több évtizeddel ezelőtt a zsinagóga volt, amit egyébként a tulajdonosai eladtak. Tehát ez ezért nagyon fontos, tehát pénzt csináltak belőle, elmentek, most pedig, ugye mint egyetlen művelődési házt kihasználva, nem tudtunk máshova menni, oda mentünk, hát most elkezdődött a cirkusz. No hát a hídgyülekezete és a Mazsi Hisz ugye szállította oda busszal az embereket, és hát el sem tudják képzelni, micsoda köpködés, micsoda szitok áradat, meg mindenféle táblák vártak ott minket. És úgy, amikor mentünk befelé, akkor ugye emlékszem, hogy egy ilyen jó nagy darab rendőr háta mögül egy ilyen kis emberke ordított, hogy náci, náci, náci. És majd úgy gyorsan, amikor úgy odanéztünk, akkor gyorsan úgy visszaugrott a rendőr háta mögé. És hát azért, hogy amikor is felléptem a mikrofonhoz, akkor ugye eszembe jutott, hogy tényleg miért van az, hogy ugye vannak ezek a tüntetések, és akkor állnak a rendőrök, és hát szépen ott megakadályozzák azt, hogy ezt az ember kultúráltan meg tudja a másikkal beszélni. Tehát amikor nulláról belekilválják a képébe, hogy náci. És hát mondtam is ezt ott a mikrofonban, hát ebből az lett, hogy följelentettek. Tehát mikor mondtam, hogy ez úgy, hogy nagyapáink idejében volt, ha valaki nem szeretett valakit, akkor ezt megbeszélték együtt szemtől szembe. Hát szóval érdekes dolog, ez erős déjà vu érzésünk volt, mert Londonban ugyanezt történt. Tehát ott is föltüzelt emberek, azt se tudták, hogy miről van szó. Előtte 3 héttel ott fogadtak minket, és hát a fekete szocialistáktól kezdve elképesztő, hogy micsoda érdekvédelmi szervezetek jelentek meg, akik egyébként a riportjainkból kiderült, hogy gyakorlatilag fogalmuk sincs, hogy kik ellen tűntek, meg kik ők, meg hogy mi kik vagyunk.
ami a legjobb az volt, ezt egy érdekesképpen hagyd mondjam el. Ugye ez úgy indult, hogy kitalálta a londoni Steiner Pali, hogy mi a görög aranyhajnallal és egy ottani radikális párttal akarunk majd találkozni. És hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni a londoni külügynek, mert hát akkor itt a vége Angliának. Ezből ugyan egy szó nem volt igaz, és amikor ezt közé tettük, akkor már viszont elindultak úgy az események, hogy nem számít, hogy nem igaz, akkor is meg kell akadályozni. És a különféle szokásos szervezetek elkezdték a nyomást gyakorlást a külügyminisztériumra, hogy akadályozzák meg azt, hogy mi ott lakossági fórumot tartsunk, mert ha nem, és akkor jön az érdekes dolog, ezt nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy működik kint, különösen Angliában egy olyan szervezet, ami egész egyszerűen ilyenkor azt csinálja, hogy megtámadja a nekik nem tetsző fórumot, vagy összejövetelt. Ezek között vannak elborult anyú idióták, meg vannak fizetett, kifejezetten napi díjra megvett emberek, akik így bekötik a fejüket sállal, és akkor egész egyszerűen fizikai erőszakot alkalmaznak. Na jó, hát erre ugye elkezdtek a mieink is készülődni, sőt, hát amikor meghallották a ott kint élő lengyelek, hogy hát itt a magyarokat meg akarják támadni, akkor szóltak a lengyelek, hogy hát akkor gyerekek, jövünk mi is, akkor összegyűlünk páran, mert hát azért ez mégsem megy tovább. Na ezt meghallották a lengyel liberálisok, akik ők is jelezték, hogyha viszont a lengyel nemzeti radikálisok mennek valaki mellett tüntetni, akkor ők is jönnek a másik oldalra. Akkor már itt egy kicsit eszkalálódott a helyzet. Majd van egy angol, egy londoni futballcsapat, a Tottenham, amelyiknek van egy olyan kemény magja, aminek az a neve, hogy zsidó hadsereg, Jewish Army, és ők is már ott a feltüzelt vetszkampány kellős közepén jelezték, hogy hát akkor ők is jönnek, és az úgynevezett antifasiszták mellett tüntetnek, meg hát köztük is van egy-két kemény fiú. Igen, ám, de ezt akkor ugye meghallotta a másik rivális csapat, a West Hamnek a kemény magja, akik hát ők nem nagyon kedvelik ezt a másik kemény magot, és mondták, hogy ha jönnek a Tottenham szurkolók, akkor viszont jönnek ők is, mert hát akkor azért most már álljon már meg a menet. Közben, miután egyre nagyobb lett a cirkusz, akkor a kint élő törökök, akik hát a Gábort imádják, egyből megmondták, hogy a gyerekek, hát azért vagyunk mi is egy páran törökök, hát mi is odállunk a magyarok mellé, és akkor, hát hogyha arról van szó, akkor majd jövünk mi is. És hát így lett ebből az egészből majdnem népek háborúja. Hát a végét azt tudják, hogy a hely az utolsó pillanatban visszavonta a lakossági fórum megtartására az engedélyt, és így kerültünk a Hyde Parkba, ahova nem kell gyülekezési engedélyt kérni, és hát egyébként lezajlott a dolog, és a rendőrség egyébként nagyon korrektül kezelte a helyzetet. De hát ugye én abszurdisztáról beszéltem, hát nézzük meg, hogy például ami a legabszurdabb módon tönkretette ezt az országot, egy politikai párt, ugye azt mondom önöknek, hogy SZDSZ, az vajon eltűnt-e? Hát nem, hogy nem tűnt el, illetve úgy tűnt el, hogy hagyott maga mögött 1 milliárd forint adósságot, azt a Fidesz kormány, ugye a mi jóvágyásunk nélkül kifizette. Az önök pénzéből is jegyzem. És azok, akik fölhalmozták, tehát a volt elnökök, például Kunce Gábor meg Fodor Gábor, azok most visszaülnek a parlamentbe. Csodálatos, nem? Szinte tényleg abszurdisztán, mert ugye az utolsó parlamenti napon benyújtottunk egy törvényjavaslatot, hogy az a párt, amely köztartodást halmoz föl, addig azoknak a tagjai, illetve azoknak az elnökségi tagjai, amíg azt a köztartozást nem fizetik vissza, addig ne lehessenek újra országgyűlési képviselők, ezt a Fidesz egyetlen mozdulattal lesöpörte. Hát itt tartunk most. Aztán talán hallották, hogy Gábor ugye gyöngyösi, ott is indul, ott méretteti meg magát, és a gyöngyösi polgármester, aki egyébként független, az aláírta azt a választási, azt az ívet, tudják, amit alá kell írni, amit egyébként a Fidesz vezetett be, hogy egy ember több helyre is le tudja tenni az ajánlását. Olyan ember, aki a Gáborék családját Gábor kisgyerekkora óta ismeri, a felesége a Gábor tanította az iskolában, független képviselő volt, tehát még csak nem is fideszes, és hát egyébként is ő azt mondta, hogy ezt ő így tartja normálisnak. Na már érkezett a Fidesz részéről a fenyegetés, hogy hát akkor a csapok gyöngyösnek el vannak zárva, és a pasi pedig megnézheti magát, hát ezt nyilván hallották. Tehát ilyen országban élünk, hogy ezt még így nyíltan ki is mondják. Aztán
Az egyik legérdekesebb még, hogy el tudnak-e önök képzelni Magyarországon kívül még egy olyan országot, ahol a miniszterelnök jelöltek nem állnak ki vitázni. Mert akármi is törik, én a fél karomat ráraknám. Nem lesz vita. Higgyék el, hogy nem lesz vita. Úgy nem lesz vita, hogy a Mesterházinak ugye nem érdeke kiállni. Egyébként is ő ebben az egész hármasban a torony magasan a leggyengébb. Tehát neki egyszer nem érdeke. Nincs mit mondania. Ő neki elég csak a Simon ügyet a körmére égetni. Nem, ezekre nincsenek válaszok. Egyébként pedig a leggyengébb kommunikátor. Orbán Viktornak lenne mit mondani, a kommunikációs szempontból egy rendkívül jól felkészült és egyébként is rendkívül jól kommunikáló ember, csak nincs program. Meg hát azért ők azt most már ez alatt a 4 év alatt látták, hogy hát a Gábor kommunikációs képességei legalább olyanok, ha bizonyos szempontból még nem jobbak. Tehát majd az lesz a duma, hogy akkor Mesterházi Attila nem ül le Gáborral, Orbán Viktor pedig azt fogja mondani, hogy akkor pedig nincs értelme a vitának. Tehát ő egy hármas vitára leült volna, de hát ha nem, hát akkor nem. Úgyhogy meglátják, szerintem egyedülállóan Európában vagy a világon úgy megy le majd ez a választás, hogy nem ülnek le egymással szemközt a felek, és nem mérik össze az igazságukat és a képességeiket. És a végén pedig, végére hagytam a legabszurdabb dolgot, hogy hát ami csodálatos, Gyurcsány Ferenc is megnyilatkozott. Tehát ugye, ne tévedjenek, ha valaki most jött haza hosszú külföldi tartózkodásból, ő nincs az itten. Tehát nincs az itten, vissza fog ülni a parlamentbe, és minden nap mond valami csodálatos dolgot. Most ugye kiderült, hogy hát azért egy 800 misit 90-es évek vége felé azért ugye kiszedtek az évvel a Paksi atomerőművel, hihetetlen mi, és nem találják, egyetlen papírt nem találnak, hogy miből lett 800 millió forint, az ember a Szenegál. Már ugye a diplomáját se találták meg, arra emlékeznek. Na mindegy, szegény Feri ennek minden papírja elveszik. De most mondta a legjobbat. Az ukrán események kapcsán azt mondta, ez rendkívül csúnya dolog rálövetni az emberekre. Hölgyeim és uraim, itt tartunk most. Szóval nem lesz vita, azért említett okok miatt. Eltöltöttünk 4 évet a parlamentben. Én azt mondom önöknek, hogy sokkal, de sokkal tapasztaltabbak lettünk, rutinosabbak lettünk, kitanultunk bizonyos módszereket, amelyek feltétlenül kellenek a parlamenti munkához. A hitünk megmaradt, a támogatásunk szerintem nőtt. Érezzük, tényleg érezzük, nem csak azért, mert itt is ennyien vagyunk, hanem most már egyre jobban érezzük, hogy Magyarország egy igen jelentős része itt áll mögöttünk, de ami a leglényegesebb, nekünk van a legjobb miniszterelnök jelöltünk. Bona Gábor! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek ezen az esős délutánon abból a célból, hogy meghallgassanak bennünket, megismerjék a képviselőjelöltünket, meghallgassák a programunkat. A modern technikát majd én segítségül hívva nyomogatni fogom azt a kis gombot, ami különféle virtuális valóságokat fog hátam mögé varázsolni. Nem azért teszem, mert enélkül nem tudnék beszédet tartani, hanem azért, mert sokszor egy-egy képi tartalomban sokkal több mondani való van, mint a szavakban. Egyfajta kiegészítés, nagyon megszerettem, eleinte idegenkedtem tőle, aztán a munkatársaim rábeszéltek, és megszerettem, majd remélem önöknek is tetszeni fog az a néhány, amit itt be fogok mutatni. Ma már ez a 4. találkozásunk, ahogy az elhangzott, reggel Pakson kezdtünk, 10 órakor, aztán délben Sárbogárdon, 2 órakor pedig Tamásiban, az esőben tartottunk standolást ezen a 3 településen. Ez ma a 4., most már lakossági fórumunk, és innen pedig 7:30-ra Pécsre megyünk tovább, csak hogy így bele tudjanak pillantani a napi menetrendünkbe, és hát holnap sem lesz, mondhatom azt nyugodtan, holnap sem lesz lazába az ütemtervünk. Ami szerintem nagyon fontos a Jobbik számára, az egy lakossági fórumban, az a személyes találkozásnak a lehetősége. Hiszen talán nem mondok azzal vad dolgot, vagy nem rugaszkodom el a valóságtól, hogy aki most itt van, nem azért jött ide, mert olyan sok jót hallott rólunk a médiában. Nem hiszem, hogy van olyan, aki azért van most itt, mert az ATV-n annyit dicsértek már bennünket, hogy szeretett volna most már élőben is találkozni velünk, vagy a Hír TV-n hallott annyi sok jót, hogy úgy érezte, hogy itt a helye. Hát mondjuk ki,
A Jobbikról a médiában folyamatosan csúsztatnak, hazudnak, vagy ha már azt nem lehet, akkor elhallgatnak bennünket. Számtalanszor önök is tapasztalatták a híradóban, hogy minden pártnak van véleménye, csak nekünk nincs. Ami persze nem igaz, csak azt nem hozzák le. Van egyfajta félelem, van egyfajta tartás a Jobbiktól, nem mernek velünk szembeszállni, és a Sanyi által említett miniszterelnök jelölti vita is ennek a része. És nekünk ezek a lakossági fórumok, ezek a, azt mondom, szemtől szembe való találkozások adják a lehetőséget arra, hogy amit önök az év 364 napján hallanak rólunk rosszat, azt itt egy nap, és azonban is másfél-két órában megpróbáljuk megváltoztatni, mint képet, mint a Jobbikról kialakult képet, hogy szemtől szembe nézünk egymásra, nekünk annyi időnk van, hogy megpróbáljuk elhitetni, hogy amit mi mondunk, azt valóban így is gondoljuk. A magyar közéletben ez egyébként ritkaság, a magyar közéletben hitelességi deficit van, nem is nagyon hisznek már a politikusoknak, azért is köszönöm külön, hogy ilyen sokan eljöttek, mert megmondom őszintén, én nem biztos, hogy eljönnék egy lakossági fórumra. Tehát megmondom őszintén, önöket egy picit csodálom is, mert mi a francnak hisznek még így 24 év csalódás után bárkiben is. Annyi csalódás érte már önöket, nem akarom önöket hazaküldeni, hanem csodálom önöket, hogy vannak még emberek, és különösségképpen az örök fiatalokra, idősebb barátaimra gondolok, akik az elmúlt 24 évben, de mondhatom is, hogy az egész életükben nem hallottak mást, mint hogy már csak két évet kell kibírni, már csak esetleg hármat, de inkább csak kettőt. Kicsit most meg kell szólítani a nagyon picit a nadrágszíjat, fájni fog picit, ugye, ahogy azt elhangzott, de utána nagyon jó lesz. És újra az egész életük azzal, tehát hogy ezt hallgatták. És hogy ezek után még itt vannak, ez tényleg nagy megtiszteltetés. Egyébként hozzáteszem, hogy nem egyszerű, mert nem a Jobbik nekünk jobbikosoknak, mert nem mi tettük tönkre az országot, és mégis sokszor mi magunk is találkozunk a közönnyel, a fásultsággal, a kiábrándultsággal, pedig nem mi tettük tönkre Magyarországot. Mindenféle rosszat mondanak rólunk, mindenféle csúsztatás, hazugságot meg lehet a Jobbikkal szemben engedni, bárki belénk törölheti a lábát, és közvetve ezáltal abba a közel 1 millió emberbe, aki már 2010-ben ránk szavazott, de akkor fölteszem a kérdést, hogy mi loptuk el az állami vagyont? Mi adóstottuk el az országot, az önkormányzatokat? Mi felelünk a devizahitelválságért? Mi miattunk nincs normális közbiztonság Magyarországon? Mi voltunk korruptak? Mi előlünk menekült el 1 millió ember ebből az országból? Nem mi vagyunk ezért a felelősök. Ezért az elmúlt 24 év a felelős. És ezzel a 24 évvel szemben mondjuk mi a programunkban ezt a három jelszót, megélhetés, rendet és elszámoltatást. A programunk természetesen, amit bemutattunk szombaton a kampányító rendezvényünkön, minden területre tartalmaz válaszokat, probléma megoldási javaslatokat, de mégis ki kellett emelnünk három dolgot, amiről úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, ezzel kell kezdeni. Megélhetés, rendet, elszámoltatás. Nem nagyon kell magyaráznom ezeket a szavakat, azt hiszem. A megélhetésen tisztes béreket, tisztes nyugdíjakat értünk, a renden közbiztonságot, hogy ne kelljen félteni a szeretteinket, a családjainkat, saját magunkat. Elszámoltatáson pedig igazságot. Hogy a politika és a korrupció, hogy a politika és a hazaárulás ne legyenek szinoníma szavak. Hanem legyen a politikában hitel, tisztesség, becsület. Nyilvánvalóan ez persze könnyű kimondani, de annál nehezebb megvalósítani. De mégis a 24 évet, hogyha végignézzük, ha azt a kérdést én fölteszem itt önöknek, hogy mondjanak nekem egy területet a 24 évből, az elmúlt 24 év, amit önök, mint választópolgárok a politikára bíztak, és a politika sikeresen sáfárkodott azzal. Egy területet. Amit jó el tudtak lopni. A korrupciót nem ér mondani. Ja. Mert ilyenkor humorosabb honfitársaink egyszeresen ellövik ezt a poént, ami persze jó poén, de inkább keserédes a mosolyunk ettől. Hát a lopás az szinoníma, ugye korrupció. Na most nem akarom itt húzni az időt ezzel. Az a probléma és az a valóság, hogy nem tudunk egyetlen területet mondani, amire azt mondanánk, hogy ez rendben van. Se az egészségügy, se az oktatás, se az önkormányzatiság, semmi. 24 év után, 24 év az egy negyed század, tehát az nem kevés idő. Nyilván evolúciós értelemben egy rövid pillanat, de azért politikai értelemben hány olyan történelmi korszaka volt Magyarországnak, hány olyan királyunk volt, vagy politikai vezető rétegünk, amelyik nem kapott 24 évet, mégis többet letett az asztalra, mint a jelenlegi garnitúra. A veszteséglistát nézzük, azt mondanám, hogy tudnak-e nekem olyat mondani, ami viszont a politikára bíztunk, és nem jól sáfárkodott vele. Hát akkor dőlne önökből a panasz. Tiborcz panaszait megállás nélkül. Hagy említsek csak pár dolgot. Az államadóság
négyszeresére, ötszörösére nőtt. Az állami vagyon, amit elvileg azért kezdtünk el privatizálni, hogy visszafizessük az államadóságot, az meg nyomtalanul eltűnt. 500 000 ember kivándorolt ebből az országból. Ugye ez a kis ábra éppen azt mutatja, 500 000 ember. A másik világháborúban nem volt Magyarországnak ekkora a katonai vesztesége. 1956 leverése után nem menekült el ennél több ember. Ennek a töredéke menekült el Magyarországról a levert forradalom és szabadságharc után. Csak úgy érzékeltessem az arányokat. És most fölteszek egy kérdést, szeretek nagyon sok kérdést föltenni. Ezek szerint az elmúlt 24 év nagyobb pusztítást végzett Magyarországon, mint egy világháború vagy egy levert forradalom és szabadságharc? Nagyon provokatív a kérdés, én elismerem. Tehát a számok meg makacs dolgok. 500 000 olyan ember hagyta el ezt az országot, aki nem segélyért ment Kanadába. 500 000 ember, aki dolgozni akart, és Magyarországon nem talált megélhetést. 500 000 olyan ember, aki felnőtt korú, és nem látta Magyarországban a jövőjét. És most pedig Anglia, Németország, Ausztria összeteszi a két kezét, mert fehér európai kultúrkörből érkezik hozzájuk egy szorgalmas ember, vagy illetve pontosabban 500 000 szorgalmas ember, aki be tud illeszkedni, aki szorgalmas, aki dolgozik, és aki ott alapít családot, a gyerekeikről már senki nem fogja megmondani, hogy nem osztrákok, nem németek, nem franciák, vagy nem angolok. Ez nekik egy hatalmas nyereség, nekünk egy óriási veszteség. 500 000 ember, és ez a 500 000, ez a jelenlegi állapot. Tegyük hozzá. Tehát nem arról van szó, hogy ez megállt most, és na hogyan tudjuk hazacsalogatni ezt a 500 000 embert. Nem ez a valódi kérdés most még, bár csak ebben már a kérdés. A jelenlegi kérdés, hogy tudjuk megállítani még azt a több százezret, aki ezt a lehetőséget fontolgatja. És amikor kint voltunk ezen a kalandtúrán Londonban, azért azt is hallottuk, hogy most már nem csak a fiatalok mennek ki, hanem mennek ki az idősebbek is. Megy ki a középkorosztály is. És erre a miniszterelnökünknek az a válasza, hogy a magyar fiatalok mindig is kalandvágyóak voltak. Vagy az a válasza, hogy örüljünk neki, hogy milyen sok pénzt hazautaltak? Miért utaltak haza ilyen sok pénzt? Mert a devizaitelek elől menekült egy nagyon nagy részük. És megpróbálja hazautalásaival a itt maradtakat, a családja itt maradt részét segíteni, kimenteni ebből a csapdahelyzetből, finanszírozni a törlesztő részleteket. Ennek örüljünk? Tehát azért nem hiszem, hogy ez Magyarország jövőképe. Erre mondtuk viccesen, már amennyire persze, hogy a magyar ember a kínjából is viccet csinál, mondtuk ott a Fidesz frakciónak, hogyha a Fidesznek az a jövőképe, hogy el kell menni ebből az országból és haza kell utalni a pénzt, tehát ez a jövőkép, akkor arra kérjük a Fidesz meg MSZP frakciót, hogy menjenek el közösen ebből az országból, és utalják haza azt a pénzt, amit az elmúlt 24 évben elloptak. Tehát akkor kezdjék saját magukban ennek a megvalósítását. És hát ugye eljött a választási kampány, miközben ez a 500 000 ember elment, és a választási kampány alatt azért tegyük hozzá, hogy miközben a határon túli magyaroknak van levélben lehetőségük szavazni, aminek én azt mondom, hogy örülni kell, de az elvándorolt 500 000 ember nem szavazhat levélben. Miért is nem? Pedig heti 7 napot dolgoznak a nagyobb részük. Több száz kilométerre dolgoznak a nagykövetségtől. Hogy fogja a londoni magyar nagykövetség a több tízezer magyar ember szavazását ellátni? Sehogy. Nagy részüket el se fogják engedni a munkájukról egyébként. Tehát számukra az, hogy ők gyakorolhassák a demokratikus jogukat a választáson, az egyedüli lehetőség a levélben való szavazásra. Miért nem engedi ezt a Fidesz? Miért nem gondoskodik ezért az MSZP? Nagyon egyszerű a válasz, mert ők üldözték el ezeket az embereket. Hát nekik nem szavazóik ezek. Úgy vannak vele, hogy hát én nem mondom, hogy mindegyik jobbik szavazói, félértés ne esik, nem akarom ezt állítani, hogy egy jelentős részük az a mi szavazónk, és hogy az, szinte az egészük nem MSZP és nem Fidesz szavazókban biztos vagyok, hiszen ezen kormányok alatt kellett elhagyniuk a hazájukat. Hát persze, hogy nem kapnak szavazati jogot, pedig 500 000 ember, az a kiszámolják, az egy átlagos részvételi arány esetén az 10%. 10% el tud dönteni egy választást. És az ő véleményük nem fontos? Én azt gondolom, az ő véleményük nagyon fontos, hiszen nem véletlenül adták el ezt az országot, és ők is, meg mi is, meg önök is április 6-án három lehetőség közül választhatnak. Lehet az MSZP-t választani, és az előző 8 évet visszahívni. Lehet a jelenlegi 4 évet folytatni. Én el szoktam mondani, hogy ez a két választás, ez valami fajta mazovizmus. Tehát akinek nem volt még elég, azt szokta. Én mindenkinek tiszteletben tartom a választási elképzeléseit, szabadságát, tényleg a demokráciának ez a része. Ezért mégis úgy érzem, hogy 12 év MSZP kormányzás talán elég lett volna ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az MSZP mire képes. Fidesz meg 8 évig kormányzott, most a másik ciklusát ugye kétharmaddal.
Tehát volt már lehetőség bőven a bizonyításra. És a harmadik lehetőség, lehet, hogy valaki még esetleg vár a másra, vagy többre, de ez a menü most, 2014 áprilisában, a harmadik lehetőségben mi vagyunk. Ebből a háromból kell választani, és aki ma változást akar, valódi változást, az szerintem és szerintünk jobbikos. Nyilvánvalóan mi nem azt szeretnénk, hogy csak azért szavazzanak ránk, mert jobb hiány. Szeretnénk, hogy azért szavazna ránk mindenki, mert bennünket a jobbiknak lát. Mert meggyőztük a programunkkal, de hát azt meg kell, hogy előzze még egy választási kampány, mondjuk ilyen plakátokkal van teleborítva az ország. És nem tudom, észrevették, hogy van valami furcsa ezekben a plakátokban. A Fidesz és az MSZP plakátai vannak most mögöttem. Az a közös ezekben a plakátokban, hogy senki nincs rajta a saját plakátján. Mindenkinek a plakátján a másik van. A Fidesz plakátján az MSZP plakátján a Fidesz. Nem merik saját magukat fölrakni a saját plakátokra. A másikkal riogatnak. Egyik azt mondja, hogy azt mondják, nem mondják ki szó szerint, de valójában azt üzenik önöknek, a választópolgároknak, hogy tudom én, hogy én se vagyok jó. Hát tudom, hogy nincs programom, meg nincsenek eredményeim. De nézd már meg ezt. De ezt erre akarsz szavazni. Normális? Mert körülbelül ezt üzenik. Egyik a vicsorgó Orbán arcokkal, a másik a vicsorgó Gyurcsány arcokkal próbálja az embereket megfélemlíteni. És sajnos a magyar társadalomban van is egy ilyen félelem, ugye nagyon sokan rettegnek Gyurcsány Ferenc visszatérésétől, nagyon sokan rettegnek Orbán Viktornak a kormányon maradásától, és ők ezt használják ki. Nem kell programot adni, nem kell eredményeket felmutatni, elegendő a másikkal riogatni. És milyenek a mi óriás plakátjaink, amiénknek a Jobbik programjáról, a Jobbik arcaival mutatják be azt a jövőképet, amit mi elképzelünk. Lehet ezekre az óriás plakátokra azt mondani, amit megkaptunk kritikaként, hogy az első a fiatalok közötti népszerűségünket mutatja be, a másik egy három generációs ilyen családi idillt, ahol a nagypapa, a unokák meg a gyerekek összeülnek egy ünnepi asztal körül, és mindenki boldog, örül, még hús is van az asztalon. Lehet azt mondani rá, hogy ez ma nem a magyar valóság. Lehet azt mondani rá. Mert tegyük hozzá, mert nem ez a magyar valóság. Sajnos. De miért tettük mi mégis a szórólap, hogy az óriás plakátunk ezt a képet? Mert azt szeretnénk, hogyha ez lenne a magyar valóság. És ez nem mindegy, és ez azért sok mindent elárul szerintem a három párt lelkületéről, hogy ki mit tesz ki az óriás plakátjára, ki mit tart fontosnak üzenni az embereknek. Mi is kitettük volna vicsorgó arcokat másik pártokból, de mi inkább örömteli, boldog arcokat tettünk ki, mert mi ilyennek szeretnénk látni Magyarországot. Nem azt szeretnénk, hogyha Magyarország abban a mocsárba süllyedne el, hogy elegendő, ha a másik rossz, és akkor én azt mondom, hogy én meg kevésbé vagyok rossz, mint ő. Ne a rosszabbnál rosszabbak közül kelljen választani, hanem tényleg lehessen végre a Jobbikot választani, és ezért választottuk ezeket az óriás plakátokat. Köszönöm, uraim. Itt a vitáról már szó esett. Sándor, mint média szakember elmondta, hogy nem lesz ilyen vita. Most Tamásiban meg is kérdezték, hogy miért kell nekem könyörögni Orbán Viktornak, meg Mesterházi Attilának ezért a vitáért. Te nem akarnak, akkor nem vitáznak. Én nem könyörgök. Én csak vállalom ezt a vitát. És én azt gondolom, hogy egy normális országban az embereket meg kellene tisztelni azzal, hogy mindenki leteszi az asztalra a programját. Erről kellene szóljon a választási kampány. Nem a sárdobálásról, a mocskolódásról, hanem arról, hogy kinek mi a programja. És én ezt a vitát vállalom, és hogyha nem is állnak ki velem erre a vitára, vagy különféle okok miatt visszamondják, én azt gondolom, hogy az is önmagában egy válasz. Mert mi nem mondjuk azt, hogy mindenben igazunk van, nem mondjuk azt, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt, meg nálunk a bölcsek köve, de úgy érezzük, hogy mi tiszta lelkiismerettel, becsülettel tudjuk vállalni mindazt, amit képviselünk. Én nem szégyellem a programomat. Én nem szégyellem az elképzeléseinket. Ők szégyellik. És gondoljanak bele, azok az emberek kérik a szavazatokat, a támogatásokat, akik egy vitára nem mernek kiállni. Más országban nem szavaznának az ilyen politikai vezetőkre. Nincs még egy olyan ország, ahogy a Sándor mondta, ahol ezt meg lehet tenni. Minden egyes országban, normális körülmények között van ilyen vita. Ugye azt mondtam, a legelőbb megélhetés rendet, elszámoltatás. Hát ahhoz, hogy a megélhetés egyáltalán elinduljon Magyarországon, az azt gondoljuk, hogy egyik fontos tabu kérdéssel szembesítenünk kell a magyar társadalmat. Ez pedig az Európai Unió. A Jobbik nem azt mondja, hogy lépjünk ki úgy, ahogy van az Európai Unióból, hanem azt mondja, hogy az Európai Uniós viszonyainkról, csatlakozási szerződésünkről népszavazást kell tartani. Ugyanis megint kérdés fogok föltenni. Bizonyítsa be nekem valaki, valami nagy okos, hogy hogyan lehet a jelenlegi feltételek, versenykörülmények, a jelenlegi mozgástér,
és a jelenlegi normák, szabályok, törvények keretei között Magyarországon mondjuk az élelmiszeripart újra talpra állítani. Pedig élelmiszeripar nélkül meg az országban fű se fog teremni. Mondja el nekem valaki. Ez szerintem sehogy. Tehát mondjuk ki, hogy az Európai Unió nem arra épül, hogy mit versenyképes élelmiszeripart építsünk föl. Hát ugye a cukorgyárainkat már könnyökünkön jön ki, ahogy eltűntek, most tűnik el a húsiparunk, a szemünk láttára. Valójában most, én azt mondom, hogy erről is lehet vitatkozni, amit én mondok, ez az én véleményem, nagyon örülnék, ha valaki vállalná velem a vitát erről, de én azt mondom, hogy az Európai Unió, már elnézést, de átcseszett bennünket. Átvert bennünket a palánkon. Azt mondta, hogy Bécsben majd cukrászdánk lesz, és Bécsben tudják, mi lett Simon Gábornak bankszámlája. Az Európai Unió valójában gyarmatosított bennünket, mi kellettünk neki, és nem nekünk kellett ő. Azért kellettünk neki, mert olcsó munkaerőt biztosítunk az Európai Uniós külföldi cégek számára, piacot, ahol 10 milliós piacon el tudják adni a termékeiket, európai árakon, miközben balkáni béreket fizetnek nekünk, európai árakon megvásárolhatjuk a termékeiket, és végül az illegális szemétlelakók országa lettünk, ahol azokat a veszélyes hulladékokat, amiket ők már nem mernek otthon tárolni, azt jó pénzért itt valaki elhelyezi nekik. Körülbelül ennyi az Európai Uniós mérlegünk. És nekem lehet jönni az, hogy minden pénz itt, ami fejlesztés van ebben az országban, az Unióból jön. Ezért tegyük hozzá, ezeknek a pénzeknek a nagy része nem is magyar cégeknél köt ki, hanem külföldi cégeknél. Vagy ha magyar cégeknél, akkor nagyon gyakran a korrupció meleg ágyát képviselik ezek a beruházások. Nem teremtenek tartós munkahelyeket, hanem ilyen presztízs beruházások. Macskaköves főtér, hogy a kedvencem a borsodi falu, ahol omladozik az egész falu, de a buszmegállóban van wifi. Tehát arra megy a kis cigánygyerek Borsod megyébe, beül a buszmegállóba, és fel akar lépni éppen a hálóra, már megy is föl a wifi-re. Üti be a kódot, és már fönn van. De az iskola meg összeomlik, munkahely nincs. De wifi van a buszmegállóba, és miért van? Mert megkérdezem, miért, mi történt is? Erre volt pályázat. Teljesen abszurd. És én azt gondolom, és mi azt gondoljuk jobbikosok, hogy 10 év után a magyar társadalmat igenis illene megkérdezni, hogy jó ez így? Hogy tényleg így gondoltuk-e? Nem akarunk-e ezen a csatlakozási szerződésen módosítani? Nem gondoljuk, hogy ez jelen pillanatban teljesen egyenlőtlen helyzet és verseny. Nem vagyunk egyenrangú állampolgárai ennek a közösségnek. Hogy kihasználnak bennünket. És a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, vagy akárkinek nem a bírák nyugdíjaztatásáért kellene, meg a médiatörvényért, meg az alaptörvénymódosításért harcolni, teljesen értelmetlenül Magyarországot itt szembefolytani az Európai Unióval. A valódi kérdésekről kellene beszélni velük. Azért kellene úgymond gazdasági szabadságharcot vívni. Brüsszelben, Strasbourgban, hogy a magyar föld megvédéséért, a magyar élelmiszeripar talpra állításáért, a magyar termelőgazdaság megmentéséért. Ezt az elmúlt 10 évben hallották, hogy bárki magyar kormányzati vezető felvetette volna. Hányszor ültek ott körül mindenféle miniszterek tanácsa ülésen, Brüsszelben a terített asztal körül is. Egyetlen egyszer nem kérdezte meg senki tőlük, hogy ne haragudjatok már, gyerekek. De nem ezt ígértétek. Erről szó, hová lettek a gyáraink? Ugye amikor itt volt fél évig, soros elnökei voltunk az Európai Uniónak. Megépítették ugye a kis elkerülő autópályát Gödöllő környékén, hogy nehogy esetleg az Európai Unióból ideérkező bürokraták lássák a magyar valóságot. A kastély meg a repülőtér között tudjanak ingázni. Ha szerencsétlenek elkeveredtek volna valahol egy kis faluban, akkor jött volna döbbenet. Én ezt már mondtam többször, lehet, hogy picit ilyen vadnak hangzik, de én a következőt tettem volna a soros elnökség kapcsán. Kiküldtem volna szokásos kis vacsora menüt nekik, amikor megérkeznek Magyarországra, hogy homár, kaviár és mit tudom én, milyen kagyló, ami szokott ilyenkor lenni, gondolom én, még nem voltam ilyen brüsszeli csúcson. Már gondolom sok unatkozó brüsszeli bürokrat, aki egyébként elég magasról tesz Magyarországra, már várta volna a kis vacsit, föltárult volna a Gödöllői kastély a függöny, és ott lett volna zsíros kenyér meg víz az asztalon. Mert ezt tettétek velünk, ezt tegyétek. És köszönjétek meg, hogy egyáltalán ennyit még adunk. Mert ezt kéne valakinek számon kérni, hogy az Európai Unió kihasznál bennünket. Itt mindenki beszél mindenkire lila ködről, meg szép dolgokról, meg európai normákról, és Kelet-Közép-Európát gyarmatosították. Kéne fogni a Kelet-Közép-Európának, és most nehogy leszakadjon a mennyezet, meg nehogy megijedjen bárki, amit mondani fog, de a KGST-be több józanság volt, meg több emberség, mint az Európai Unióban. Sokkal több. És ezzel nem a Kádár rendszert akarom visszasírni, meg a szovjet érdekszférát, félreértés ne essék, de akkor legalább hagytak a magyaroknak valami kis életlehetőséget. Volt termelőiparunk, gyártottunk, feldolgozóiparunk volt,
gépgyártásunk. Na most mink van? Semmi nincs, és az Európai Uniónak egyik köszönhetünk. A másik ugye, amit meg kell oldani ahhoz, hogy egyáltalán a megéletésbe belevágjunk, az a devizahitelek problémája. Kezdetektől fogva azt képviseli a Jobbik, hogy forintosítani kell a devizahiteleket, és ezzel járó veszteséget a bankoknak kell viselniük. És itt nem is pontos a fogalmazás, mert itt nincs veszteség. Hát a bankok nem veszteséget kell, hogy elkönyveljenek, hanem egy számukra elvárt, jogtalanul elvárt luxus profitról kellene lemondaniuk. Ezt a szerződés 1000 millió sebből vérzik. Csak sajnos a kormány kétharmados többséggel a birtokában sem merte felvállalni azt, hogy ezeket a szerződéseket érvénytelennek nyilvánítsa. A bíróságon belül nincs ennyi erő, nem merik ezt meglépni. De a bankszférától meg nem várjuk el. Az egész devizaharcnak ugye az volt az egyik tragikomikusabb pillanata, amikor tavaly nyáron a miniszterelnök azt mondta, hogy a bankszövetségnek adunk határidőt október 1-ig, vagy november 1-ig. És arra kérjük a bankszövetséget, hogy tegyen le egy javaslatot a devizahitel megoldása érdekében, és gondolját erkölcsileg ezt a kérdést. És ugye elképzelhetem, hogy a bankszövetség tagjai összeülnek a bankvezetők, és erkölcsileg elkezdenek lamentálni. Ezen a problématikát, ez tényleg csúnya dolog volt a részünkről. Idézzék, hogy a bankvezetőket így Magyarországon ülnek az asztal körül, és így erkölcsileg elszégyelik magukat, hogy irgum burgum, azért ezt nem kellett volna. Szeretették a javaslatot, ami persze semmit nem ért. Orbán Viktor miniszterelnöknek ugye az volt a ígéret, hogy amennyiben nem lesz értékeltő javaslatuk, azonnal beterjeszti a kormány a sajátját. Mit csináltok? Várjuk meg a kúria döntését most. Még azon a kicsi mennyik. Megvártuk a kúria döntését, az se volt értékelhető, akkor most várunk az Alkotmánybíróság döntésére, várunk az Európai Bíróság döntésére, várunk folyamatosan, mindig várunk valamire, míg el nem jön a választás. A választások előtt két nappal, ezt most ide a rozsdás bökött, majd a Fidesz valami nagyon dörgedelmeset fog ígérni. Két nappal a választások előtt. Én annyira látom magam előtt, hogy szinte már, hogy én nem a kampányterveket. Ismerem már őket elég jól. 4 évük volt kétharmadról, hogy megoldják, de majd az utolsó, a választás követő utolsó napokban fognak valami nagyon nagyot kitalálni. Ezt jegyezzék majd meg, hogy esetleg látják a híradóban. Megéletésre tett elszámoltatás. 7 vezérterv. A 7 vezérterv a munkahelyteremtési programunk. A programunk az interneten elérhető. Élelmiszeripar, infokommunikáció, bányászat, vízgazdálkodás, egészségügyi turizmusnak a felrendítése, el tudják olvasni, most ebbe bővebben nem megyek bele, csak egy alapelvet hagy rögzítsek. Ha van munka, minden van, ha nincs munka, akkor nincs semmi. Számunkra a kormányra kerülünk, a munkahelyteremtés lesz a legfontosabb. Minden más nem fontosabb. Mert ha van munka, akkor az embereknek, önöknek, nekünk van az embernek pénze, a családját fel tudja tartani, ki tudja fizetni a számlákat, tudja a gyereket tanítatni, nem kerül hitelválságba. Ha van az embereknek pénz, akkor tud vásárolni, és hogyha tud az ember vásárolni, akkor a vállalkozásokat fent tudják tartani a vásárlók. Nagyon sok kis vállalkozás azért megy tönkre, mert nincs vásárlóerő a magyar társadalomban. Ha pedig egy magyar vállalkozás tönkre megy, azzal a magyar munkahelyek mennek tönkre. A harmadik dolog, ha van munkahely, akkor van az államnak adóbevétele. Na most nagyon furcsa lesz elsőre, amit mondani fogok, aztán majd megnyugszanak, de először lehet, hogy sokkoló lesz. A Jobbik szeretné Magyarországon az állam adóbevételeit növelni. Ennyit a sokkoló, ez volt a sokkoló rész. De hogyan? Nem úgy, hogy az egyfőre jutó adóterhet emeljük, hanem úgy, hogy minél több munkahelyet szeretnénk létrehozni, és ezáltal az adóterhelés, a közterviselés egy sokkal szélesebb bázison telítődne szét, és az egyfőre jutó elviseltetlen adóterheket mérsékelnénk. Hogy az elmúlt 24 évben az volt, hogy az a kevés ember, aki dolgozott, azt próbálták minél jobban megfejni adóterhekkel. Munkahelyet kéne teremteni, akkor sokkal több bevétel lenne. És mert a munkahely teremtése, mi nem azt értjük, hogy közmunkaprogramot indítunk. A közmunkaprogram fontos, tehát félreértés ne essék, a közmunkaprogram maga szerepe, helye megvan. Csak ez egy szociálpolitikai intézkedés. Az azt jelenti, hogy valaki, aki a munkaerőpiacon nem tud részt venni, vagy nem akar, vagy valamilyen okból kimarad belőle, az ő neki juttatott szociális támogatásokért cserébe elvárunk tőle valami közhasznú munkavégzést. Ez fontos, de ez munkahely. Aki azt mondja, hogy meg lehet élni 47 ezer forintból, mert volt ilyen, annak azt kívánjuk, hogy ezt minél hamarabb ki is próbálhassa élőben. A másik ugye, nem tudom, a híradót gondolom néznek, mert az lassan a perverzióval ér föl a híradó megtekintése, vagy egy horrorfilmmel, hogyha kereskedelmi csatornákon nézünk híradókat. Úgy azt mondják, hogy az elmúlt 20 éve nem volt ennyire olyan foglalkoztatási helyzet Magyarországon. Úgy, hogy a közmunkaprogramot beleszámítják a statisztikákba, az egyik trükk. A másik trükk még ennél is pofátlanabb.
a külföldre vándoroltakat beleszámítják. Hiszen ők már nem munkanélküliek, nincsenek regisztrált munkanélküliként jelen a magyar foglalkoztatási statisztikákban, tehát a kormány büszkén elszámol azokkal, akik ő előle menekültek el ebből az országból. Ezért kell egy kis, hogy mondjam, egy kis politikai bátorság, hogy valaki ezt úgy bevállalja, és nem szakad rá a mennyezet. Mi azt írjuk munkahelyteremtésen, hogy Magyarországon, magyar vállalkozások által, magyar embereknek tisztességes bérért. És mind a négy szó, amit mondtam, fontos. Megérett és utána rend. Pintér Sándor elmondta, másfél hete miniszterelnök úrnak jelentem, Magyarországon rend van. No comment, erre szokták mondani. Mi azt látjuk, hogy az idősek, a nők és a fiatalok gyermekek elleni erőszakos bűncselekmények száma nő, és a brutalitásuk is nő. Hát az öregezés az már sajnos egy bűncselekményi formává vált az elmúlt években Magyarországon, ugye, ahol a bűnözői csoportok szinte erre specializálódva, egyedülálló vagy idős házas párokat szemelnek ki, és ugye mivel a védekezési képessége az idős embernek kisebb, vagy szinte egyáltalán nincs meg, minimális kockázattal lehet valami fajta zsákmányt megszerezni. Sokszor sajnos pár ezer forintért vernek agyon embereket. És azt is vegyük észre, hogy valami egészen számomra felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan brutalitás van ezekben a bűncselekményekben. Hát egy idős emberre rátörnek és elveszik azt a pár ezer forintját, miért kell agyonverni? Hát ezt nem is tudom még azzal megmondom, hogy megmagyarázni, hogy miért nem elég bezárni a másik szobába és elvenni, amit el lehet, miért, ez sem lenne megbocsátható, félreértés ne essék, de miért kell megverni, miért kell agyonverni? És ugye az jelenlegi kormány, nem tudom, hogy azt figyelték-e, a szabálysértési értékhatárt, ami 20 000 forint volt korábban, 50 000 forintra emelte. Ezzel azt üzenet, hogy nyugodtan lehet lopni, csak az 50 000 forinton maradjál belül. A pont az ellenkező irányba kellett volna mozdulni, és a Jobbik javaslat az, hogy 5 000 forintra le kell szállítani. Mert most a statisztikákból ez is kimarad ám, így könnyű statisztikákot, hogy ami 50 000 forint alatt van, hát az nem bűncselekmény, ez csak egy szabálysértés, egy robogó szabálysértés. Eltűnt egy robogó. Nincs benne a statisztikában. A mi rendteremtési programunkban drasztikus válaszok vannak a jelenlegi helyzetre. Csendőrség felállítása. Kémiai kasztrálás. Például, ami a nemi erőszakra adott válasz, ami durván hangzik. Különösképpen a hölgyek szoktak így meg, hát a férfiak is, mert azért elképzelik, hogy olyan fehér ruhában miskároló késsel megjelenik valaki. Azért nem erre kell gondolni. A kémiai kasztrálás az egy orvosi beavatkozás, egy injekciós beavatkozás, ami egyébként egy egészségügyi beavatkozás bizonyos betegségek esetén, de egyre több európai országban, ezt nem a Jobbik találta ki, egyre több európai országban a szexuális bűncselekményt elkövetők számára egy ilyen büntetési forma. Én szoktam ilyen népiesen megfogalmazni, hogy lehűti a kedélyeket egy időre. És nem visszafordíthatatlan egyébként maga a beavatkozás. És én azt gondolom, hogy egy csapásra kell az ilyet megoldani, nem három csapásra. A három csapás azt jelenti, hogy három ember életét tettem tönkre, mire lesújt rám az igazságszolgáltatás. És van még egy fontos rész itt a rend kapcsán, amiről beszélni kell, és őszintén kell beszélni, ez a halálbüntetés kérdése. A halálbüntetés kérdése még a Jobbikot is megosztja. A Jobbikban is nagyon sok olyan képviselő van, aki akár jogi, akár vallási, akár morális, erkölcsi okok miatt elutasítja a halálbüntetést. A többség a párton belül mégis azt mondta, hogy ezt felvállaljuk, de úgy, hogy nem a Jobbik dönti el, hogy legyen-e vagy sem, hanem a magyar társadalom. És nem azért tehát egy népszavazás, és nem azért szeretnénk halálbüntetést, mert szeretnénk bárkit is kivégezni, hanem azért, mert hisszük azt, hogy van visszatartó ereje, és hogy nem életeket akarunk kioltani valójában, hanem életeket akarunk megmenteni. Ez áll a hátterében. Egyébként van erre egy statisztika, ugye Jamaica 3 évvel ezelőtt a világ egyik legbrutálisabb országa volt, a legtöbb életellenes bűncselekmény történt ott. Ezek kételek voltak visszavezetni a halálbüntetésre, legalábbis úgy gondolták, hogy megpróbálják, hogy mit hoz. Jelentem 3 év alatt harmadára csökkent a gyilkosságok száma Jamaicában. Úgyhogy ez nem egy világtól elrugaszkodott javaslat. Én tudom, hogy Európában, az Európai Unióban ezt nemzetközi egyezmények tiltják, de én mégis úgy látom, hogy a világ sajnos, bár ne lenne igazam. De a világ sajnos ebbe az irányba megy, hogy drasztikus, szigorú rendvédelmi lépésekre van szükség, mert a helyzet drasztikus. A helyzet drasztikus. És nem engedhetjük meg, hogy védtelen társadalmi csoportok, gyerekek, nők, idősek rettegésben éljenek a hazánkban. És ugye itt már a rendvédelemnél járunk, a magyar cigány együttélés. Hát ugye mi folyamatosan cigányellenes pártnak vagyunk beállítva, pedig a mi programunkban
Egyetlen egy olyan pont nincs, ami magyar ember és cigány ember között különbséget tenni. A programunknak pont az a lényege, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Különbséget mi tisztességes és tisztességtelen ember között teszünk. A tisztességet segíteni, támogatni kell, azzal együtt kell működni az ország felvilágoztatására, a tisztességtelen viszont nem kell támogatni, segíteni. Ennyire egyszerű a Jobbiknak a hozzáállása ez a kérdéshez. A tisztességes cigány embereknek jobb lesz, hogyha Jobbik kerül kormányra. Nem azért lesz neki jobb, mert ő cigány, hanem azért, mert tisztességes. Van neki, most úgy őszintén, van nekünk, magyar embereknek bármi bajunk azzal, hogy valakinek barnább a bőre? Vagy más nyelve van, vagy más kultúrája? Mert ez lenne a rasszizmus, hogyha ezzel... Az zavarna, hogy valakinek más színű a bőre. Akkor az rasszizmus és idegen gyűlölet. Zavar ez engem? Nem zavar. Engem az zavar, akár magyar, akár cigány, akár bármilyen etnikumú ember esetében, hogyha azokat a társadalmi normákat, ami egészséges működés garantál egy közösségnek, valaki nem tartja be. Ha valaki a többségi társadalmon élősködik, ha valaki csak azért vállal a gyermekeket, hogy mondjuk ez neki megélhetési formát jelentse. Ha valaki a bűnözés alapítja az életét, ez neki a jövőképe. Azzal van problémám. És hogyha jelen esetben ez cigány ember vagy magyar ember, az engem nem érdekel. És arról meg nem a Jobbik tehet, hogyha belemegyünk egy börtönbe Magyarországon, akkor az elítéltek egy jelentős része sajnos cigány származású. Higgyék el, hogy azon a településeken, ahol a Jobbik például választás nyert már önkormányzati szinten, mert jó pár ilyen település van, hála Istennek, ott a tisztességes cigány emberek egy jelentős része Jobbik szavazó. Nekünk is van számtalan cigány ismerősünk, vagy mondjam, a legutóbbi élményemet, Verfelléten egy Heves megyei településen kampányoltunk, és aláírásokat gyűjtöttünk, és egyszer csak jött egy elég régi ilyen Renault autó, kiszállt belőle négy cigány fiatalember, és úgy megtámasztották így az autót, ahogy így a képeken szoktuk látni, meg úgy az élőben is néha. Úgy gondoltam, hogy hát akkor itt jön most az izgalmasabb része az aláírás gyűjtésnek, mert úgy nyilván a szemkontaktust fölvették velünk. És én általában sajnos van bennem egy ilyen, hogy én akkor szeretek az elébe menni a dolgoknak, akkor kezembe vettem egy pár szórólapot, és akkor mondtam, hogy akkor megszórom őket egy kicsit a Jobbik programjával. Odaléptem, és hát kiderült, amikor már odaléptem, akkor már mondta az egyik aktivistánk, hogy egyébként ők aláírták a támogató éveket. És elkezdtem velük beszélgetni, és kiderült, és elmondta, hogy tisztességes dolgozó cigány emberek, azért jöttek ki, mert hallották, hogy itt vagyok, szerettek már velem személyesen találkozni, és tudjam azt, hogy ők ránk fognak szavazni, mert elegük van már abból, hogy mindenki négy évente hülyít őket, meg ígérget nekik mindent, közben meg nem kapnak munkát, mert ők nem négy évente szeretnének 3000 forintot a szavazatukért, hanem ők munkahelyet szeretnének. Van ilyen is. És van nekem ezzel problémám? Nincs ezzel problémám. Azzal van problémám, amikor valaki egészen más útvonalakon képzeli el a jövőjét, meg az életét. Hát ugye Simon Gáborról már beszéltünk többször is, azért egy kísérletet hagyd tegyek. Tegye már fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy Simon Gáboron kívül a Magyar Országgyűlésben van még olyan, aki tisztességtelen pénzeket külföldi számlán tárol. Provokatív volt meg olcsó, hogy én elismerem, elnézést kérek érte, de azért úgy látható a magyar társadalomnak a politikába vetett bizalmát, így azért láthattuk. Mindenhol szeretem eljátszani, mert szegény Simon Gábor, szegény idézőben mondom, nem sajnálom egyáltalán, róla szól ez a kampány, de azért azt ismerjük, hogy ő a jéghegy csúcsa. Simon Gáborból jó pár van még a Magyarországgyűlésben, nem lennék meglepő, hogyha még a választási kampányban durran egy-két ilyen bomba. Az pedig, hogy hát szegény nem tudja, hogy pontosan hogy került oda az a pénz, ugye jó hiszeműen felejtette ki a vagyonnyilatkozatából, azt meg úgy mindenki értékelje, hogy jó hiszeműen, hogy lehet 240 millió forintot elfelejteni több éven keresztül. Elszámoltatás. Hogyan lehetne kezelni? Ugye megéletésrend, elszámoltatás, harmadikként írjuk, ezzel kezdenénk. Az elszámoltatással kell kezdeni. 24 éve minden kormány megígérte, mégsem volt soha. És miért nem volt? Mert holló a hollónak nem válja ki a szemét. Azért, mert mindig, aki kormányra került, azt is el kellett volna számoltatni, és mivel ha esetleg el is kezdte volna megvalósítani, azonnal jött a telefon, hogy figyelj már a nagyapám. Emlékszel még arra az ügyre, amiben benne voltál? Akarod, hogy ez nyilvánosságra kerüljön? Nem. Akkor te is szállj le rólunk. Jó, de villám gyorsan. Így tudnám modellezni az elmúlt 24 év elszámoltatási kísérleteit. Ugye a Fidesznek több elszámoltatási biztosa volt, mint egy embert elszámoltatott. A legutolsó, ugye mindegy három havonta váltogatták, mert mondom, arról mindig az éppen aktuálisról kiderült valami piszkos ügy, hogy gyorsan le kellett tekerni, és akkor valami mást helyére állítani. Budai Gyula volt az utolsó elszámoltatási biztos, és ő bejelentett egyszer a parlamentben, hogy
a kormány befejezte az elszámoltatást. És mi néztünk ott egymás az országgyűlésben, és mikor kezdte? Tehát, mi lemaradtunk erről a ünnepélyes pillanatról? Mit tennénk mi? Eltörölnénk a mentelmi jogot, legyenek egyenlőek a törvény előtt, de sőt... Sőt, még hogy tovább fokozzam, nem csak hogy eltörölnénk a mentelmi jogot, hanem a politikusok esetében bevezetnénk a dupla büntetés elvét, vagyis ha valaki törvényalkotóként törvényt sért, az minősített eset. Tehát a bíróságnak legyen lehetősége mérlegelni a dupla büntetés kiszabását is, hiszen, és ez ilyen populista ígéretnek tűnik, de nem az, ha belegondolnak, teljesen legitim javaslat, mert miből indul ki? Ha valaki törvényalkotóként, mert az országgyűlési képviselő törvényt alkot, ha valaki törvényalkotóként megsérti a törvényt, akkor nem pusztán megsérti, de meg is gyalázza. Hát azt üzeni a társadalomnak, hogy hát már én se tartom be, hát én hoztam és én se tartom be. Szerencsétlen, minek tartjátok ti be emberek, ugye? Ez az üzenet, hát ennél nincs demoralizáló üzenet. Ezért ezt duplán kell szankcionálni. Következő, ügynöklistáknak a feloldása, az egykori ilyen pártoknak, amik adósságot halmoztak fel, az eltiltása a politikától, a kettős állampolgárságnak a nyilvánosságra hozatala, ugye az országgyűlési képviselők között, vagy a titkosítások feloldása. 50-80 évekre mindenféle ügyeket titkosítottak, mondván nemzetbiztonsági kockázat, és ezeket bizalmasan kell kezelni, ami valljuk meg őszintén 10-ből 8-szor, hanem 9-szer korrupciós ügyeket sikáltak így el 50-80 évre. Ha most én azt mondanám önöknek, Pörzsö Sándor barátommal, bomba ügyet hoztunk, bomba ügyet, a Simon Gábor ügyet semmi ahhoz képest, amit mi hoztunk önök, bomba ügyet. És várnák, hogy mi lesz ez, és azt mondanám, hogy kiderült, hogy 1941-ben kisikkasztott az országgyűlésben. Az egy kis csalódás, hogy rájönne az arcukra. Mert a történészek számára biztos egy érdekes dolog, de hogy 70-80 éve ki volt korrupt az országgyűlésben? Őszintén senkit nem érdekel. Senkit. És 70-80 év múlva senkit nem fog érdekelni, hogy most ki korrupt a magyar országgyűlésben, vagy ki volt az elmúlt 24 évben korrupt. De engem viszont érdekel, meg gondolom önöket is. És hogyha amikor azt mondják, hogy a titkosítások feloldása az nemzetbiztonsági kockázat, én erre meg azt mondom, hogy nincs annál nagyobb nemzetbiztonsági kockázat, mint hogy gazemberek vezetik az országot. Ez a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat. Úgyhogy én április 6-án arra kérem önöket, hogy válasszanak ebből a három lehetőségből, ebből a menüből. Mi mindent meg fogunk tenni, ami tőlünk telik. Minden lehetőséget megpróbálunk megragadni, ami mi, mint a párt képviselői, jelöltjei megtehetünk. Ha kell, akkor rongyosra járjuk a lábunkat, minél több személyes találkozót fogunk lebonyolítani az emberekkel, de ez önmagába kevés. Önmagába kevés, akármennyi helyre is megyünk el, hiszen itt most hál' Istennek nagyon sok emberrel találkoztam, de nagyon sok emberrel nem, akik otthon maradtak, vagy valamiért nem tudnak itt lenni. És én arra kérném önöket, hogy túl azon, hogy aki velünk szimpatizál, nyilvánvalóan ránk fogja adni majd a voksát, amit nagyon köszönünk és nagyon megtisztelő, de ezentúl én arra kérek mindenkit, hogy tekintsen magára úgy, mint a Jobbik médiája, és sugározza az adásunkat, mert nem fogja más. Ez azt jelenti, hogy szájról szájra próbálják meg a jó hírünket terjeszteni, mert az elkövetkező másfél hónapban nem az átlagosnál, átlagoshoz mérte hasonló súlyú gyalázat fog majd bennünket érni, hanem ennek a többszöröse. Tehát az, hogy most ugye vagyunk mindenek, hogy én szefárdzsidó vagyok, cigány, homoszexuális, tehát már minden vagyok, ez még csak ilyen kis bevezető, ilyen előétel. Ki tudja, mi minden lesz. És nyilvánvalóan én nem fog tudni minden oda menni 10 millió állampolgár az egyenkedés elmagyarázni, hogy ezt mondták, azért mondták, ez nem igaz, az sem igaz. És legutóbb az a kedvencem, hogy most Habsburg Györgyöt akarom megkoronázni. Ugye ez a legújabb őrlet. Szeretném őt követni a halálba is, ha kell. Tehát az, aki Bokros Lajossal, meg ugye Dávid Jóhajával az MDF listájámat, és őből le szeretnék királyt csinálni. Na mindegy, mert ezekre elvileg nem is kéne reagálni, csak az ember így a vicc kedvéért, hogy legalább nevessünk ezen. Egyrészt viseljék majd el, amennyire lehet, bár önöknek ez nem lenne kötelesség, de mégis kénytelen lesznek elviselni a mocskolódást. Másrészt próbáljanak meggyőzni a környezetükben minél több embert. Azt nem mondom, hogy győzködjenek, mert győzködni nem jó. Tehát aki, azt szoktam mondani, aki viktoriánus, vagy aki franciskánus, azzal nem tudom mit kezdeni. Tehát őneki nincsenek érvek. Tehát ott ugye úgy vannak vele, hogy van a jóisten, és utána a Feri. De
De lehet, hogy egy kicsit a jó Isten bizonyos napokon, pláne azért, hogy ilyen esős idő van, még az, hogy a Feri följebb is csúszik egyáltalán. És ugyanígy az Orbán Viktor esetében is. Hát ott nem lehet érvelni, biztos önöknek is vannak ilyen ismerőségek, hogy egyszerűen megáll az érvrendszer. Mert nem lehet, mert bezárkóztak. És én azt gondolom, hogy ezt persze nem tiszteletben kell tartani, ez a véleményük ennyi. De van nagyon sok bizonytalan ember Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy hát a Fideszből elegem van, az MSZP-ből elegem van, hát a Jobbikról meg azt hallottam, hogy szélsőséges. És ennyi elég neki. Nem kér több információt erről, mert azt mondta valaki, hogy ez szélsőséges. Azt mondom, hogy ezekhez az emberekhez próbáljanak meg eljutni, az ismerősi körükben, a baráti körükben, ahol lehet, ilyen, amennyire persze erejük, kedvük, temperamentumuk ezt lehetővé teszi. Ugyanis őket kéne meggyőzni arról, hogy a Jobbik nem az, aminek bemutatják. Hogy adjonak már egy esélyt nekünk, illetve maguknak elsősorban, hogy eljönnek egy ilyen lakossági fórumra, hogy elolvassák a programunkat, megnézik a szórólapunkat, hogy hát, ha nem az, aminek eddig mondták az ő számára. Hogy nem furcsa neki esetleg egy picit az, hogy az a két párt, amely tönkretette Magyarországot az elmúlt 24 évben, ennyi sok rosszat mond erről a pártról, ennyire fél tőle. És én arra kérem önöket, hogy ebben segítsenek nekünk a választásokig, mert mi hiszünk a győzelemben, mindenféle közvélemény kutatás ellenére, igenis, mi hiszük azt, hogy meg tudjuk nyerni ezt a választást. Tudom azt, hogy nem mellettünk szólnak az occok, tudom azt, hogy pénzben, médiában, anyagi lehetőségekben, meg az 24 év tapasztalatában a másik két párt erősebb nálunk, azért nekünk van egy hatalmas nagy fegyverünk, mert nekünk van igazunk. Szeretnénk kérni egy lehetőséget, az MSZP 12 évig volt, a kormányunk 12 évnyi lehetőséget kapott, a Fidesz 8 évig volt, 8 évnyi lehetőséget kapott, most mi is szeretnénk kérni egy lehetőséget, mert úgy érezzük, hogy tisztességesebben, hatékonyabban tudnánk Magyarországot vezetni, és arra kérem önöket, hogyha ehhez hozzá segítettek bennünket, akkor már csak annyi dolguk lesz április 6-án, hogy dőljönnek hátra, és többet megbízzák rá, mert meg fogjuk csinálni a programunkat. Köszönöm szépen, hogy figyelmet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 22 percünk van, és aztán kell tovább indulnunk Pécsre. Ebbe sok kérdés belefér, különösen, hogyha a kérdezők velősen és lényegre törően fogalmaznak, úgyhogy akkor kezdjük is meg a sort. Az úr jelentkezett legelőször, lesz mikrofonunk, arra kérem a gárdistát, hogy köszönöm szépen. Bocsánat, előre szólok. Nyugodtan lehet kritikát is megfogalmazni. Ha úgy érzik, hogy volt ebben a 4 évben olyan, amit nem tettünk meg, vagy esetleg nem tudnak róla, kérem azt is nyugodtan. Parancsoljon. Merény Imre vagyok, a Jobbiknak is képviselőelnöke. Következő volna, ugye beszéltünk, illetve beszélt Gábor a hisztériakeltésről. Most itt van az a dolog, hogy ezt is ki kell mondani. A parlamentbe bevonult Köves Lomó nevű mazsikszes fiatalember a pártjában. És felelősségre mondta a magyar miniszterelnököt azért, hát most az építkezést, amiről beszélnek, nem akarok, de felelősségre mondta a magyar miniszterelnököt, hogy milyen úton, módon és milyen formában próbálják elképzelni azt, hogy a mazsikszesnek a kérését, úgymond a parancsát nem teljesítik. Ez az egyik. Miért kell eltűrni nem a magyar miniszterelnöknek, miért kell eltűnni az országnak azt, hogy ilyen formában megalázalnak egy parlamentet. Nem csak a magyarokat, a parlamentet. És itt nem a zsidó kérdést akarom feszegetni, eszem ágában sincs. Egyszerűen azt, hogy egy tőlünk idegen kultúra, vegyük, tiszteletbe akarjuk tartani, tiszteletbe tartom a tisztességes zsidó kultúrát, de a cionizmust nem. Azt akarom kb. Kérdezni, hogy tudtok-e ezen egyáltalán csinálni? Mert most már az utolsó, befejezem rögtön. Dániel Péter mit nyilatkozott most a napokban, gondolom Izraelben van, nem Magyarországon, nem tudom, nem is érdekel, hogy hol van. Mit nyilatkozott? Hogy elképzelhetőnek tartja ő azt, hogy Magyarországon, ha kell, fegyveresek, idegen fegyveresek fognak bejönni, és vagyok rendet raknak. Hát micsoda dolog ez? Tehát, hogy mit tudtok ti tenni ez ellen? Köszönöm szépen, nem húzom az időt, mert kevés. Köszönöm szépen, megengedik, akkor ülve maradnék itt ennek a fórum részénél. Igyekszem nagyon röviden válaszolni, mert tudatosan én ezt az egész kérdéskört a választási kampányban is, meg amúgy is kerülni kívánom, mert állandóan azt a csapdát állítják nekem, meg próbálják, hogy nekem erről kelljen beszélnem.
mi a véleményem 1944-ről, meg a zsidóság tragédiáról. Én most a kampányitón azért szerkeltem ennek két mondatot, elmondtam, hogy én nagyon sajnálom, mi a zsidósággal történt a második világháborúban, de abból már nagyon elege van szerintem mindenkinek, hogy ezt állandóan a magyar társa morra alá dörgölik. Hogyha őnekik fáj az, ami történt, akkor amikor csak gondolják, emlékezzenek rá, méltósággal, csendes fájdalommal, és mi együtt érzünk velük, de ne kelljen már folyamatosan a magyar gyerekekbe, fiatalokba, a magyar társadalomba bűntudatot kelteni azért, amihez semmi közük, ennyi idő után is. És én azt gondolom, hogy itt valójában nem másról van szó, mint sem politikai meg gazdasági haszonszerzésről, bármennyire is egyszerűen hangzik. Ez egy politikai eszköz. Akire a mai 21. századi politikai világban rásütik a bélyeget, hogy ő antiszemita, azt mondhatok, ezzel ki lehet vonni. Ez a legolcsóbb. Nem kell vele vitázni, nem kell vele szobálni, nem kell vele leülni, nem kell beengedni egy művelődési házba, bármit meg lehet vele tenni, bele lehet törölni a lábát, mert hogy ő antiszemita. Miért vagyok én antiszemita? Mit mondtam én olyat bármikor, ami erre okot adna? És ugye Sanyi itt nem mondta el a londoni történetnek ugye az egyik csúcspontját, amikor Londonban, hát az a, ugye a népek háborújának volt a, tényleg a döntő csatája, amikor az antifasiszták úgymond tüntettek ellenünk, mint antiszemita párt ellen, ugye, és megjelentek ortodox rabbik. És kiderült, hogy az ortodox rabbik a Jobbik mellett jöttek tüntetni. Tehát el tudják képzelni ezt az abszurd helyzetet. Először megörültek az antifasiszták, hogy na tessék, itt vannak a rabbik is, most már jól megmutatjuk, hogy ez a csúnya antiszemita Jobbik, és mondták, hogy sorry, nem, mi nemrég találkoztunk Vona Gáborral, beszélgettünk vele, is figyeljük a munkásságát, és nem keverjük össze az antiszemitizmus mondjuk az Izrael kritikával. Mi számtalan ország fogalmaz meg kritikát Izraelnek a politikájával kapcsolatban, a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. És az úgy nehezen tudták megemészteni, amikor ezek az emberek kiálltak mellettünk, öt ortodox rabbi, aki közül az egyik magyar származású volt, és holokauszt áldozatok voltak a nagyszülei. És ugye hát a BBC, amelyik nagyon híres a pártatlanságról, meg a tisztességes tájékoztatásról, hogy az angol közszolgálati csatorna, fölrakta őket, de levágta a transzparensüket, fölrakta a honlapjukra, hogy tessék már az ortodox rabbik is tüntetnek Vona Gábor ellen, és ők írtak egy e-mailt a BBC-nek, hogy hát ezt tegyék már ki azért, hogy mi volt azon a transzparensen, mert nem biztos, hogy ez történt. Ugye most én azt gondolom, hogy a jóisten azért jó dramaturg, ebben a szituációban oda küldött nekünk öt ortodox rabbit, azért úgy a népek háborúját eldöntötte. Tehát erre azért nagyon nehéz gombot varni most, hogy ki az antiszemita akkor. Ugye? Tehát miközben ott ordibálnak a szerencsétlen antifasiszták, ugye hát tényleg szürreális jelenet volt, ülök a hotelnek a várójába, hogy induljunk a fórumra, és jönnek egy virágcsokorral az ortodox rabbik. És azt hiszem, hogy valamelyik kolléganőmnek hozzák, és mondták, hogy nem, ők nagyon tisztelnek engem. Ugye nem Magyarországon nem ehhez vagyok szokva, tehát úgy meglepett ez a szituáció. De egyébként elmondták, és mit mondtak ők? Azt mondták, hogy szerintük ők egy nagyon vallásos, mélyen vallásos zsidó közösség, és azt mondták, hogy szerintük a zsidóságot a jóisten szétszórta a világban, és nekik az a dolguk, hogy jámbor, békés, vallásos életet élnek, ne szóljanak bele sehol az adott országnak a politikai ügyeibe, hanem örüljenek, hogy befogadták őket is, és Isten dicsőségét hirdessék, és imádkozzanak, és vallásos életet éljenek. Hát mi problémám lehet nekem ezzel? Meg úgy általában nekem a zsidó kérdés, meg az antiszemitizmus, már elmondtam számtalanszor 20-rangú kérdés, engem nem érdekel. Miért kérdezgetnek engem állandóan? Miért nem kérdezgetek az LMP-t, meg az MSZP-t erről? Én Magyarországgal akarok foglalkozni, a magyar földdel, a magyar munkahelyekkel, a magyar devizahitelesekkel, hagyjanak meg ilyen békét. Jó, tudom, hogy történész a végzettségem, lehet, hogy esetleg, de most nem ezt a hivatásomat gyakorlom. Persze, bocsánat. Be is fejeztem, elnézést. Kovács Lóci, itt lakom, Kovács Lakos vagyok. Engem érdekel, amit nem jön az egészségügy. Akkor a fiataloknak a tovább tanulása, az ösztöndíjak, illetve hogy miért kell fizetni ilyen írtatom összegeket ahhoz, hogy az okosból is legyen valaki. Hát is most ugye a pénzkérdés, nem biztos, hogy az okos lesz jut oda, és akkor még hallják szerintem. Otthon is, pedig a lányaim vannak, akik tanulnak tovább is. Hát valahova akar menni, nagyon sok pénzért lehet eljutni. És lehet, hogy a tudás az nem pénzkérdése, ugye? A réges se az volt. Tehát egészségügy, akkor ez érdekelne, és akkor még az, hogy a fiataloknak a gyerekvállalásban a segítség. Miért kerül egy babakocsi 150-200 ezer forintba, egy gyerekcipő 10-20 ezer forintba. Nagyon szépen köszönöm. Tűnmondatokat fogok én is válaszolni, melyik előbb itt elsztoriztam az időt.
Az egészségügy és az oktatás, hogy ön mondta, elvileg nem lenne pénzkérdés. Ma Magyarországon még is ott tartunk, hogy pénzkérdés. Tehát aki valaki valódi egészségügyi szolgáltatás, vagy valódi oktatási színvonalat akar, az nagyon komoly pénzébe fáj neki. És a magyar egészségügy és a magyar oktatás, vagy akár azt mondhatnám, hogy a magyar nyugdíj rendszer, mint a nagy állami arrendszerek, mindig ilyen a választási kapám, ilyen nagy reformigéletek vannak, hogy ilyen reform, meg olyan reform. Nem reformra van szükség. Ezek a területek forrás hiányosak. Nem azért ment tönkre a magyar egészségügy és az oktatás, mert nem találtuk még ki a tökéletes modellt, hanem azért megy tönkre, mert folyamatosan húzták ki és vonták ki belőle a forrásokat. Tehát mi a feladat? Forrásokat kell teremteni. Hogy lehet forrásokat teremteni? Munkahelyet kell teremteni, mert munkahelyekből van adóbevétel, és abból tudunk az arrendszerekre forrást fordítani. És ezért nagy probléma a kivándorlás. Ezért nagy probléma, hogy nincsen Magyarországon munkahely, csak közmunka, mert a közmunkából nincs adóbevétel. A kivándoroltak nem fizetnek Magyarországon adót. És egyre kevesebb adóbevételből kell az arrendszereinket eltartani. És ez így nem fog menni. Tehát a nyugdíjasoknak mondom, örök fiatal barátaimnak, hogy itt a választási kampányban majd ígérni fognak 13. havi nyugdíjat, valamelyik előbb-utóbb úgyis benövi, akkor már kritikus a helyzet, akkor a másik majd 14. havit fog ígérni, és esetleg az első azt mondja, hogy a 15. Mi nem fogjuk a 16-at megígérni, ugyanis az a helyzet jelen pillanatban, nem akarok rossz hírt hozni, de a valóság az, hogyha Magyarországon nem fog valamelyik kormány végre tisztességes munkahelyeket teremteni, és ezáltal a költségvetésnek bevételt teremteni, akkor 10. havi nyugdíj se lesz. Nem ez a mi programunk, ez az ő programjuk. Csak erről nem beszélnek, hanem hitegetik folyamatosan a nyugdíjasokat. Úgyhogy azt mondom, hogy az egészségügyben és az oktatásban is forrás kell. És ugye mondta, hogy lányai vannak, és hogy szeretnék, hogyha normálisan tudnának tanulni és képezni a tudásukat. Ez is ugyanilyen kérdés. Az oktatási rendszerben is folyamatosan vonják ki a forrásokat. Ami pedig a gyermeknevelési költségek csökkentését illeti, ott a Jobbik azt mondja, hogy áfa csökkentést kell megvalósítani például, hogy a alapvető élelmiszerek, a gyermekneveléshez szükséges eszközök, mint például, amit ön is említett, áfáját 5%-ra kell csökkenteni. Ugye Magyarországon van a legmagasabb 27%-os áfakulcs. De ez volna a feladat, hogy ezt lecsökkentsük, és a kormány ugye itt valami fajta adóbevételtől fél, de én azt gondolom, hogy egy ilyen áfacsökkentés az fogyasztás generálna, és a sok kicsi több bevételt jelentene az állam számára, mint a kevés sok. Most ez egy picit lehet, hogy ilyen bonyolulta lett megfogalmazva, de ez talán érthető. Úgyhogy a lényeg az, hogy a harmadik kérdésére pedig az áfacsökkentési javaslatunk a válasz, és hogyha kormányra kerülünk, ezzel fogjuk kezdeni ezen a területen. A Szaúl is. Üdvözlöm az urakat és a közönséget is. Én mindenhol főszokok szóra, én megrögzett jobboldali vagyok, de nem tetszik nekem, hogy a miniszterelnök urat nem miniszterelnök úrnak szólítják, hanem Orbán Viktornak, holott meg is megillett mindenkit a tisztelet. Önt is, meg minket is. Egyet kérdeznék, önök munkahelyeket akarnak. Miből? Van hozzá a pénz. Dombováron az összes munkáját lerombolták 90-től. Az NDF kirombolta le, meg az SZDSZ, azok rombolták le. Az NDF-ről nem szól, senki nem szól, ez szól sem. Az Antal indítottál az egész lavinát, meg a bolsevikok. Ugye, azok. Ugye ez a Hongyula állatta nekünk a villamos műveket. Bagolyi, 800% és haszonja. A mai napig is nyögjük a villamos áramárat. Uraim, és akkor önök nyugati bért akarnak? Miből? A dolgozók mindig dolgoznak, hát van meg 60 000 forint, hát az én vőm is autószerelő, 70 000 forintot hoz haza, egy hónapban. Akkor mi beszélünk? A munkahely nélkül nem lehet teremteni semmit. Hol akar munkahelyet? Egy gyárnak a fölépítése hány milliárdba kerül? Lerombolták az országot. És ide hozzák az autókat, hát kiveszi meg az autógyaraktól az autókat mondjuk. De ha kimennek, még megint nem lesz munkahely. Én ezt akartam előttől kérdeni, miből? Ugye ott van az orvosi ellátás is. Hát mennyit kell várni egy műtétre, mondjuk egy protézis műtétre? A nejem 3 évig várt. Végül meg kellett fizetni, hogy megműtsék. Hát álljon már meg a menet. Hát miért fizettük az esztékat? És akkor fizessük azért, hogy megműtsék az ember. És az orvosok ugye minden szó néki elfogadja a pénzt. Nem mondja, hogy nem kell, így csinál-e. Uraim, ha lehet egy ország, hogy járt.
kérdezzék meg az embert. Úgyhogy én azt akartam önökkel, meg azt, hogy az unióba ki kell lépni. Én azt mondom, én nem is szavaztam meg, de ki kell lépni, már az unió azt tönkret ez bennünket. Már mi gyarmatos, hogy leszünk is, meg vagyunk is. Őt meg ismerem, és nagyon gratulálok. Szaniszkova azt mondta, hogy mi szüntvált. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, mert itt igazából amit az úr mondott, az vélemény volt, nem is feltétlenül kérdés. Amit mondott kérdés, amit a miniszterelnökkel kapcsolatban mondott, tehát elfogadom, miniszterelnök úr. Én egyébként így szoktam szólítani a parlamentet, hogyha megfigyeli a felszólalásomat. Itt most, hogy ezt nem mindig alkalmaztam, elnézést kérek itt a szabad beszéd műfajában, ezt megengedtem magamnak, ezt a udvariatlanságot. Ami a kérdését, illetve hogy hogyan teremteni, vagy miből teremteni munkahelyet, nem feltétlenül pénz kell a munkahely teremtéshez. Például a magyar élelmiszeriparnak a talpraállítása véleményem szerint nem pénzkérdése elsősorban. Tehát nem a gyári kapacitások, a gyári üzemi építkezések jelentik a problémát, hanem tudja, mi jelenti az elsődleges problémát? Hogy nincs piacunk. Hogy nincs hosszú távú, biztos lehetőség és előre való tervezési lehetőség arra, hogy ez, amit megtermelek, azt el tudom adni. Ez hiányzik leginkább a magyar élelmiszeripar talpraállításához. Például az a jobbikos javaslat megvalósítható lenne, és hát remélem, hogy az lesz, mert ez se volna azért olyan ördögtől való javaslat, hogy a bevásárlóközpontokat rákényszerítenénk arra, hogy a termékeiknek azon részét, amit Magyarországon is meg tudunk termelni, annak legalább a 80%-át magyar termékekkel töltsék föl, és mondjuk a stratégiai szerződéseket ebben az értelemben kötnénk a multinacionális cégekkel, akkor azt gondoljunk vele, hogy mennyi munkahelyet teremtene, mondjuk a magyar mezőgazdaságból, élelmiszeriparból élő emberek, mondjuk 5-10 évre előre tudnák azt, hogy ezt, amit ha ezt megtermelem, vagy belevágok, azt föl fogják tőlem vásárolni, meg fogják venni. Mert ez hiányzik, mint bizonytalanság van. Magyarország a 10 milliós piac, az a Magyarország, amik van egy 10 milliós piaca, vagy a saját piaca, annyi lehetőséget nem kap az Európai Unióban, hogy saját magát élelmezze. Miközben 30 millió ember tudnánk élelmezni, háromszor annyit, mint ahányan itt vagyunk ebben az országban. És még a saját piacunkat sem kapjuk meg, mert ugye a tőke szabad áramlása, meg a szabad piac elve, ami tudják, mit jelent a tőke szabad áramlása, meg a szabad piac elve, a nagy hal fölfalja a kisebbet. És ugye a kis hal mi vagyunk ebben a játékban. És a kormánynak, mivel ezek az európai szabályok, még lehetősége sincs arra, hogy megvédje a saját gazdaságát. Hogy erre mondjuk rákötelezze a multikat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most mi kaptuk itt az ön felszólását, tehát azért egyrészt nem mi vagyunk ezért a felelősek, másrészt meg egyetértek mindazzal, amit mondott. Tehát itt most kicsit úgy éreztem magam, hogy olyannal vagyunk megvádolva, amit mi is így ugyanúgy gondolunk, vagy ugyanúgy vélünk. Az MDF-ről nem beszéltem, de hát akkor kell volna beszélnem a Kádár rendszerről is, tehát most nem akartam egy ilyen történeti tablót végigvinni, hanem a jelenlegi pártokból próbáltam az MSZP, Fidesz, Jobbik választási lehetőségeiből végigvezetni, hogy ki mit tett az elmúlt 21 néhány évben. De abban igaza van egyébként, hogy az ősbűn, a rendszerváltozás ősbűne az az MDF-é. Az MDF sikkasztott el a rendszerváltozás, utána már a veszett fejszeny elég próbáltuk csak itt megfogni, vagy meg se próbálta persze sok mindenki megfogni. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem pénzkérés a munkahelyteremtés. Abban meg, hogy az Európai Unióval kapcsolatban gazdasági szabadságharcot meg küzdelmet kell vinni, megint egyetértünk. Ilyen feltételek mellett, ezt én is elmondtam a beszédemben, Magyarország számára az Európai Unióban semmiféle élhető jövő nem lesz. Nekünk a rabszolgaságban szerepül kiosztva ebben a közösségben. Annyiuk nekünk, hogy olcsó bérért dolgozunk, és aztán megvetjük drágán azt a terméket, amit mi magunk termeltünk. Ezt gyarmatnak hívják. Hogy a felsőoktatásban a tandíjak változni fognak, mert a családban pillanatnyilag úgy tapasztalom, hogy megközelítőleg 500 000 forint egy gyereknek a tanítatása. Na most még azon kívül az úrhoz lenne egy olyan hozzászólásom, aki előttem sor, bocsánat, nem láttam, csak hallottam. Megközelítőleg 40 éve dolgoztam az egészségügyben becsülettel, nagyon sokat letettem az asztalra, úgyhogy soha nem volt a zsebemben orra való, csak ennyi. Igen,
ehhez megjegyzés az annyit, hogy a paraszolvencia az a, nem a teljes egészségügyet és nem a teljes volt, sajnos az úrnak igaza van, hogy teljesen természetes meg bevett dologgá vált, ahol szinte elvárja az orvosi társadalom azon része, de azért nem ítélném el így egy-egyben a magyar orvosi társadalmat természetesen. Ami meg a felsőoktatást illeti, Magyarországon a felsőoktatás egy luxus cikké vált. Tehát akinek nincs versenyképes jövedelme, az nem fogja tudni a gyermekét tanítani felsőoktatási intézményben. Vagy pedig a gyerek nem vállalja az ezzel kapcsolatos munkavállalási kötelezettséget, nem tud olyan állást szerezni, ami mellett ő maga tudja finanszírozni a tanulmányait, akkor nem lesz felsőoktatási végzettsége. És ez nyilvánvalóan ez igazságtalan, ezzel változtatni kell. A kormánynak azon kísérlete, hogy ugye a külföldre vándorlás megakadályozza, az abban nyilván volt egy helyzet, amire reagálni akart, de azt gondolom, hogy nem a röghöz kötés a megfelelő válasz, hanem a megfelelő válasz a munkahely teremtés. Én szinte mindig erre lyukadok ki, ez Magyarországnak a kulcs problémája. Ha van Magyarországon munkahely, ha van tisztességes gazdasági fejlődés, akkor nem mennek ki külföldre a diákok. És nem a röghöz kötés, nem erőszakkal kell ezt a problémát megoldani, hanem munkahelyteremtéssel. És hogyha van munkahely, akkor ez a probléma sem jelenik meg, és akkor a felsőoktatásra is, mint az egészségügyre, a nyugdíjrendszer, amiről ugye már beszéltem, szintén jut forrás. Tehát, hogyha röviden válaszolok a kérdésére, mi azt szeretnénk, hogy a felsőoktatás a tehetséges magyar fiatalok számára nem lenne luxuscikk, azaz nem lenne fizetős. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm miniszterelnök urat, mert ki mellett lehetettem. Na most tetszik mondani azt a kivándorlást. Hát bizony, látom a kórházakban, én is egészségügyes vagyok, pszichológus vagy a végzettségem. Én is egészségügyes vagyok, tehát tudom, hogy látom, 29 éves főorvosnő, atyaúristen. Ezt komolyan, ez annyira meglepő volt számomra, hogy ez nem mindennapos, hogy így van. De most nem arról akarok beszélni. 3 évvel ezelőtt elvették a nyugdíjamat, rokkant vagyok. És nagyon sokan ismernek itt, látják a Spár előtt, ott ülök valaki, és mondja, hogy adjon a rokkatnak egy pár forintot, csak egy pár forintot. 3 éve elvették. Nincsen nyugdíja. A kordulásból élek. És nekem sajnos ez a bevételem. És konkrétan nem lakok sehol sem. A csillagos ég. A fejem alja. Most, hála Istennek, megkértek a jobbikosok, és segítsek is itt szórólapozni. Egész Kerenváros lehordtam a szórólapokkal, és tényleg komolyan. Nekem egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mi az ördögért vették el a nyugdíjamat, amikor 1984. december 1-jére voltam százalékolva, és most meg 3 évvel ezelőtt azt mondták, hogy hát maga a kommunista időben volt leszázalékolva. Hát most akkor, most megkérem miniszterelnök helyettes úr. Ami rosszat mondtam, hogy visszacsúsztam. Miért van ez? Tessék elmondani nekem. Ja, és még az egyik ki volt írva, hogy a bíróság nem fogja menteni javat eltörölni. Mert én ezt nagyon jól tudom. Évtizedek óta megvan, tehát az megmaradt. Mentelmi jobb megmaradt, ez teljesen készen nem biztos. Ezt sem tudom. Köszönjük szépen.
rokon nyugdíjak meg a szolgálati nyugdíjak nagyon érzékeny probléma volt 2010 előtt is már, hiszen két irányú volt, hogy egyrészt volt azok, akik ilyen jutatásokat kaptak, azok nyilvánvalóan szerették volna ezeket a jutatásokat megőrizni. Másrészt volt egy társadalmi elégedetlenség, egy nyomás, mind a rokon nyugdíj rendszer, mind a szolgálati nyugdíj rendszerében voltak visszaélések. 2010-ben 800 ezer rokon nyugdíjas volt szám szerint Magyarországon. Tehát az egy világháborús dúlás után van ennyi. Tehát azért azt jelentsük ki, most nem erre célzok nyilvánvalóan természetesen, de jelentsük, hogy azért voltak ezen a területen visszaélések. Tehát az, hogy a kormány akár a szolgálati nyugdíjrendszer visszaéléseit, akár a rokkant nyugdíjrendszer visszaéléseihez hozzányúlt, az önmagában nem volt szerintem szerencsétlen dolog, vagy sőt, ez egy társadalmilag indokolható lépés volt. Az már, hogy ezt hűnyírólevszerűen alkalmazta, és boldog-boldogtalant megszorított ezen intézkedések során, az már valóban kritizálható. Mint ahogy az is valóban, amit elhangzott János részéről is, hogy visszamenőleges hatállyal egykori szerződéseket tett semmissé. Tehát itt én azt gondolom, hogy meg kell találni azt az arany középutat, ami a társadalom számára is elfogadható, igazságos is és méltányos is. Ez az jelenlegi rendszer, amit most kialakítottak, a korábbi sem volt az, a mostani még kevésbé. Amit meg a mentelmi jogról mondott, hogy nem a bíróság fog a mentelmi jog fenntartásáról dönteni vagy sem, hanem a Magyarországgyűlés. Tehát, hogyha olyan törvényt hozunk Magyarországgyűlésben, ha megnyerjük a választást, hogy nincs mentelmi jog, akkor nem lesz. Tehát nem tudom önnek milyen információi vannak, de hogyha az országgyűlésnek ez a döntés született, onnantól kezdve nincs mentelmi jog. És én azt mondom, hogy erre nincs is szükség. Ugye azt mondták nekem legutóbb ma reggelben, amikor tudják, van ez, amikor három emberrel kell egyszerre, azt mondom, hogy veszekedni. De hát elvileg vitatkozni hívnak oda, aztán ha kapok néha egy pár perc szót, akkor azért mondok egy-két mondatot. Legutóbb azt mondták nekem, hogy hát akkor engem állandóan ilyen mindenféle csipcsup ügyekben bíróság elé fognak citálni, nem félek ettől. És én mondtam, hogy nagyon szívesen elmegyek csipcsup ügyekbe bíróságra, ha a nagy ügyekbe is elviszik bíróságra a többi országgyűlési képviselőt. Tehát én bevállalom ezt az áldozatot, hogy csipcsup ügyekbe elmegyünk a bíróságra, mert nincs mentelmi jogunk, ami biztos, hogy kellemetlen, mert tényleg az lesz, de én azt gondolom, hogy ez a kisebbik gond, a nagyobbik gond az, hogy valakik a mentelmi joguk mögé lébecolják el át a ciklusokat a Magyarországgyűlésben. Úgyhogy el lesz törölve a mentelmi jog, ha rajtunk múlik ebbe, nyugodtan biztos lehet. Viszont, hölgyeim és uraim, még egyszer szeretném megköszönni, hogy ilyen nagy számban megtiszteltek minket. Én is még egyszer megismétlem azt, amit Gábor is mondott. Az interneten, a Jobbikos fórumokon elérhető a programunk. Mi ott mindent leírtunk, hogy mit szeretnénk ezzel az országgal kezdeni, meg is fogjuk tudni csinálni. Ehhez már csak önök kellene. 6-án találkozunk. Viszontlátásra!